Erős vár a mi Istenünk. Néhány évvel ezelőtt pusztító tűzvész perzselte fel a Yellowstone Nemzeti Parkot Amerikában. A szárazság és az erős szél nagyban megnehezítette a tűzoltóság munkáját, akik minden erejüket latba vetve próbálták megmenteni az ott lakókat, az épületeket és az élővilágot. Ám minden erőfeszítésük ellenére több ezer hektárnyi terület vált a féktelen lángok martalékává. Az egykor lenyűgöző szépségű erdőket elszenesedett és kopár hegyoldalak váltották fel. Majd néhány hónap elteltével egy helyszínre látogató turista csoport vezetője, aki a Nemzeti Park egyik erdőre volt, rendkívül meglepő dolgot mondott. Azt mondta, hogy ha eltekintünk az épületekben keletkezett anyagi károktól és a lakosságot fenyegető veszélytől, ennél jobb dolog nem is történhetett volna a Nemzeti Parkkal. Elmagyarázta, hogy az aljnövényzet a többi faj rovására túlburjánzott, így azonban az erdő végre fellélegezhetett, és a keletkezett hamu tökéletes táptalaj az új növények számára. Ennek következtében egy új élet indulhat növekedésnek. A Nemzeti Park fennmaradásához nélkülözhetetlen, hogy körülbelül 50 évenként megtisztítsa egy hatalmas erejű tűz. Ez számunkra tragikus veszteségnek tűnik, de valójában a természet így gondoskodik a folyamatos megújulásról, ami megteremti számára a fennmaradás lehetőségét. El sem hinnék, milyen gyönyörű lesz itt a táj 10 éven belül. Néha tisztító tűzként érik el az életünket a személyes veszteségeink, vagy a családunkban bekövetkezett tragédiák, esetleg a kapcsolatainkban történő változások. A pusztító lángok hevében, vagy a tragédiák izzó parazsa között mi általában csak a veszteséget és a fájdalmat érzékeljük. Pedig a mi életünkben is gyakran a tűz teremti meg az új életnek a lehetőségét, mert néha valaminek meg kell halnia ahhoz, hogy a helyét valami egészen új és talán sokkal szebb vehesse át.